a Szólíts a neveden című könyvet hoztam, ami egy mozifilmet is inspirált. Először én a filmet láttam pár évvel ezelőtt, és az annyira megtetszett, hogy úgy voltam, hogy a könyvet is megéri elolvasni. Azt hiszem 2 éve olvastam a könyvet, és nyáron olvastam, ami azért nagyon jó, mert ez is Olaszországban játszódik, ugye nagyon meleg van. És akkor nem is bírtam letenni, és vittem magammal mindenhova. Fiatalokról szól, akik szerelmesek, viszont a társadalom az nem igazán fogadja az ő szerelmüket, és ők küzdenek a jogaikért, hogy bárkit szerethessenek, és bárki által szeretve lehessenek, ami nyilván teljesen megérdemelt, szóval küzdjenek érte. És az egyik fél, Elio, ő fiatalabb, ő kamasz években jár, még akkor, amikor a könyv íródott. A másik fél pedig már felnőtt, szóval így két oldalról is bemutatják, hogy ők mit éreznek. A könyvben főként Eliónak az érzései mögé láthatunk be, viszont azt nagyon részletesen és mélyen írják le. Ezáltal bárki, aki olvassa, teljesen átérzi, sőt magáénak érzi azt, amit Elio gondol. A könyvben leírják azt, ahogy szeretnék a vágyaik beteljesülését, viszont azt is leírja, hogy a beteljesülésük miatt mennyire szenvednek, mert félnek a saját érzéseiktől, és félnek mások véleményétől. Elio családjának van egy háza, ahova nyaranként elmennek, és ott töltenek pár hónapot. Az apja az egyetemen dolgozik, és Oliver, ugye a másik főszereplő, ő nála van gyakornokként, és együtt dolgoznak, és Eliónak eleinte nem annyira szimpatikus, de inkább csak ezzel próbálja palástolni azt, hogy mennyire is szimpatikus neki valójában Oliver. A végére megkedvelik egymást, mivel ugye egy teljes nyarat tudhatnak maguk mögött, amit együtt töltöttek, viszont ugye Oliver felnőtt emberként vissza kell térnie a való életbe, el kell hagyni Olaszországot, és vissza kell mennie Amerikába. Ez nyilván Eliónak elképesztő mód nagy fájdalmat okoz. Az elválásuk az nagyon nehéz és nagyon fájdalmas, de hát erre kényszerítette őket az élet, szóval ez is bekövetkezik a végén.